A 20 éves Alex Füreden él az édesanyjával, és a veszprémi Bárczy Gusztáv általános iskolába jár. Gyakorlat nélküli parképítő, kedvence a matematika, a rajz és a magyar. Az édesanyja szerint a mindig jókedvű fiú szívesen kirándul, így nagy segítség számukra a 60 kg-os kerekeskocsi mozgatását, autóba emelését megkönnyítő eszköz. Ez nagy segítség nekünk, mert ami volt eddig, az épp szétesik. Ezt én barkácsoltam már össze, és épp a határon van, hogy tudom használni. És ezzel viszont sokkal könnyebben tudom használni a kerekesszéket, hogyha az autóba be kell raknom. Ha hazajövünk, vagy bárhova elmegyünk vásárolni, vagy kirándulni megyünk, akkor ugye ketten vagyunk, és akkor csak így tudom megoldani, hogy neki elektromos kerekesszéke van, és akkor azzal tudunk közlekedni. Volt korábbi kapcsolat is az iskola diákjai és Alex között? Igen, ők hetente, szerdánként járnak hozzánk. Alexa játszanak, beszélgetünk, számítógépeznek, amihez Alexnak kedve van, egy órán keresztül akkor vele foglalkoznak. A Szent Benedek iskola diákjai már korábban is részt vettek érzékenyítő programokban, például idősekhez jártak ki, besegítve a házi munkába. Most maguk döntöttek úgy, hogy az adventi időszakban saját kezüleg készített süteményeket árulnak, a befolyt összegből pedig Alexet támogatják. Szeretnék rávilágítani a gyermekeinknek, a Böjte Csaba elmondott el, hogy jónak lenni jó. És ugye hát közmédiában általában sajnos csak karácsonykor hallani, hogy jónak lenni jó. És azt gondolom, hogy a jónak lenni jónak az alapja az a szeretet. És ugye Krisztus azt parancsolta nekünk, hogy szeressük egymást. És hogy ez az első és legfontosabb parancsolat. És hogy megpróbáljuk ezt beépíteni a mindennapjainkba. És ez minket boldogsággal tölt el, hogy a gyermekeink szemében látjuk azt a csillogást, ahol őszintén felismerik azt, hogy ők most valami nagy dolgot tudtak tenni. Tehát én nagyon büszke vagyok a gyerekeinkre, a diákjainkra, hogy ezt megélhetik, hogy ezt megélik, hogy engedik, hogy ez az érzés, ez a nyitottság, ez a szeretetben való kinyílás, ezt megengedik a mai világba, megmerik tenni. A Szent Benedek iskola szociális érzékenyítő programját a fogyatékkal élők, a nagycsaládosok és a hajléktalanok irányába is bővíteni tervezik.